Felkiáltójá kell? Igen. Nem kell? Hát. Kiállítását, csak hirtelen nem is tudom, merre forduljon. Ez most egy ilyen különleges installatív kiállítás, a András Fogarasi Vazarelli Hóhón című kiállítása érkezett ide a Trafó Galériába, ami több szempontból nagy megtiszteltetés, hiszen az András különleges kaliberű, nagyon szoros magyar kapcsolatokkal rendelkező Bécsben élő művész, és ez a téma, amit a Reina Sofia Múzeum felkérésére dolgozott fel, vagy pontosabban az ő saját ötlete, de ezen a kiállításon mutatta be. Ez a téma szerintem különösen itt lehet érdekes a közönség számára, és ez a Major János akció és a Vazarelli kiállítás művészeti és politikai kontextusa igazából a magyar közeg számára mond talán egy picit többet, mint a nemzetközi közeg számára, és ezért is különösen fontosnak gondoltam, hogy ez a kiállítás itt a Trafó Galériában helyet kapjon. És akkor én nem is beszélek már tovább halkan, hanem akkor átadnám a szót Sasvári Editnek, akit szeretnék megkérni arra, hogy nyissa meg a kiállítást. 1969. októberében egy hatalmas tömeg előtt nyílt meg a magyar származású Franciaországban élő Viktor Vazarelli, vagyis Vásárhelyi Győző kiállítása a budapesti Műcsarnokban. Ezen az eseményen először szerepelt nyugati, absztrakt művész reprezentatív egyéni kiállítással a korabeli hivatalos magyar állami programban. A nagy média visszhanggal kísért kiállításnak több mint 88,500 látogatója volt. A megnyitó esemény peremén szerényen járva kelve Major János grafikus fölmutatott egy táblácskát Vazarelli Go Home felirattal. Az akcióról nem maradt fenn semmilyen dokumentáció, csak visszaemlékezésekből tudunk az eseményről. Ez a kiállítás Major János akciójáról szól. Szól az esemény helyszínéről, Vazarelli nagyszabású kiállításáról, a megnyitó közönségről, az akció időpontjáról, a 60-as évek végéről. A korszak jellegzetes értelmiségi figuráiról, a nomenklatúra összetéveszthetetlen hivatalnok típusáról. Vazarelli különleges, didaktikus koncepciójáról, bizonyos értelemben a populáris, apró pénzre váltott modernitásról, a kortársak, pályatársak emlékezetéről. Amint látják, a kiállító teret egy metaforikusan gazdag kifejező erejű installáció uralja. Az installáció egyfelől alkalmazott szerepet tölt be azzal, hogy a kiállított anyag hordozó felületeként funkcionál, másrészt gondolkodási felület is, lehetőséget kínál arra, hogy András Fogarasi és mi is tovább tudjuk gondolni ennek a budapesti eseménynek a tágabb összefüggéseit. A formailag ellentmondásos, egyszerre offenzív, másfelől üres, bizonytalan alakzatok kifejezően idézik meg a kultúra állami reprezentációként való alkalmazásának nemzetközi gyakorlatát, a hidegháborús időszak ellentmondásos kulturális milliójét, és jellegzetes intézményrendszerét, a kultúrintézetek hálózatát. Nem lehet igazán eldönteni, hogy az alkalmazott kultúra halottságát kifejező kvázi emlékművek most ezek, vagy pedig egy letűnt politikai korszak különös kulisszái, amelyeket András Fogarasi nagyon kifejezően a hatalom, a gazdagság, a reprezentáció, tulajdonképpen a banképületek és a sírkövek anyagából kivitelezett. Ez volt az a millió, amelyben a korszak egyik nagyszabású kulturális eseménysorozata, Viktor Vazarelli kiállítása és más világhódító magyar művészek Amerikótól, majd a nyugati összemigráns magyar művészek
kivéve az 56-osok, bemutatkoztak. Különös és váratlan akciója volt ez a magyar kultúrpolitikának akkor, mivel a gádári vezetés jókkal gondolhatta, hogy a nemzetközi hírű magyar művészek kirakatba állítása az országimást a nemzetközi közvélemény szemében nagyban javítani fogja. Másfelől valamilyen ártatlannak tűnő, mégis mozgást hozó koncepcióra volt szükség. Erre az emigráció művészeinek nagylelkű visszafogadása nemes és ügyes megoldásnak látszott. Ez a koncepció ugyanis csupa varázsos elemet tartalmazott. A nyugati művészet, a hazatérés, a kibékülés mítosza. Ettől remélni lehetett, hogy megszólítja az embereket még akkor is, ha semmi köze nem volt a szocialista kultúra és művészet doktrinájához. Egy szerény válasz volt erre a nagyszabású politikai akcióra. Major János csendes tüntetése volt ez az akció, amely azonban nem jelenik meg, sőt örökre megfoghatatlan marad. Vagy mégis megjelenik a képzeletünkben? A képzeletél Major János magas, hajlott, tétova benyomást keltő, a bizonytalanságában is feltűnő és emlékezetes alakjával. Vagy van az emlékezésnek, a megidézésnek más hiteles módja is? A kiállítást megnyitom.